Kili Hóz, Rutkai Laura. Ben Miles, Rajkai Zoltán. Andrew Byrne, Straub Norbert. Lauren Pilkington, Botos Éva. Sheila Hancock, Dallos Szilvia. Thomas Után. Magyar szöveg Seres József, szerkesztő Nevelő Zoltán, hangmérnök és vágó Miklós Miklós, gyártásvezető Kasznárné Nagy Éva, szinkronrendező Aprics László. A filmet rendezte Simon Shore. Igaz történet alapján készült. Majd meglátod, Mikinek is fog tetszeni. Ha megvettük, elmegyünk ebédelni, aztán találkozunk. Csak bemegyünk a boltba, felpróbáljuk, és már megyünk is. Azt mondta, jó? Táskát is beszélünk. Gyere! Gyere, csak ennyi az egész. Ne csinálj! Elnézést! Gyere! Ön telefonált, asszonyom? Igen. Ön mondta, hogy most nincs forgalom. Szervusz, nagyfiú! Bemegyünk, felpróbáljuk az új cipődet, jó? Gyere bátran, nem kell félni. Kyle, előbb új cipő, aztán nyalókat. Csak két perc. Meglátod, gyorsan végzünk. Ó, oh. Karen, ide jönnél segíteni. Elnézést, asszonyom, csak egy perc, rögtön jövök. De... Hát ez már igazán. Itt vagyok, segítek. Azt hiszem, 12-es kell. Inkább 13-as. Na, engedd. Pelenkája van. Cs, ne mondj semmi, drágám. Nyilvánvalóan valami baja van. Ne bámuld. Au. Sajnálom. Cs. Jól van, megvan az új cipőd. És ahogy megbeszéltük, itt a nyalóka. Tessék. Jól van, mehetünk haza. Vigyem én Mikit. Majd én viszem Mikit, menjünk át. Fogd a kezemet, a kezemet. Jó, jobbra nézünk. Körülnézünk. És ha nem jön autó, mehetünk. Gyere! Mi a baj? Mi történt? Mi történt? Lehorzsoltad a cipődet? Gyere, gyere fel a járdára, mindjárt megnézzük. Gyere! Gyere, Kyle! 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 Kyle, kérlek! Kyle! Gyere! Gyere, gyere, gyere! Jól van, jó fiú vagy, jó! Rettenetesen viselkedik. Gyere, kérlek, gyere! Jó? Gyere, Kyle, Kyle, kérlek! Gyere, jó fiú vagy, gyere, gyere! Kérlek, gyere, kisfiam, gyere, gyere! Mi baja van? Nem tudom, de ez abnormális. Elnézést! Köszönöm, nagyon köszönöm. Kyle! Köszönöm. Ennyi, vége a műsornak. Undorító viselkedés. Mi? Magukra gondol, hogy megbámulnak egy fogyatékos gyereket? Igen, valóban undorító. Menjünk. Gyere. Gyere, Kyle. Gyere. Gyere. Siessenek, kérem. Hagyjanak itt mindent. Ne fussanak. Erre jöjjenek, gyorsan. Gyerünk, siess, mert bennéksz. Ez őre is vonatkozik. Mr. Edwards! Gyere, Rob, mozog! Odafönt várják a változás jelentést. Nem várják, ők is elhagyják az épületet. Neki tudja, hogy csak próbariadó. Vitassuk meg ezt odakint. Itt soha nem végzek ezzel. És ha esetleg megpróbálnál időben beérni? Ugyan már, tudod, milyenek a reggeleim? Egyszerű a megoldás, kelj fel egy kicsit korábban. Honnan veszed, hogy egyáltalán aludtam? Együtt érzek veled, Rob, de nem várhatod, hogy a csoport lássa kárát a problémáidnak. Gyere, Kyle!
várj csak, állj ide. Állj itt. Na, most kinyitjuk az ajtót. De ehhez kulcs kell. A kulcs. Kyle! Eső ki! Ó, Kyle, az esőt nem lehet kikapcsolni. Na gyere! Ide bent nem esik, igaz? Gyere, vetkezzünk le. Csupa víz a kabátod, a cipőd is. Gyere, vegyük le. Fölteszem a teját, oké? Ne mondd, hogy oké! Kyle! 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 Kyle, nyisd ki az ajtót! Kérlek, nyisd ki az ajtót! Kyle! Kyle, nyisd ki az ajtót, és a mami segít neked, Kyle! A gőzmozdony ragyogóan érezte magát. Gyönyörű nap volt. Jó reggelt, füttyentett rá a legelésző tehenekre, de azok nem válaszoltak. Semmi baj, mondta Thomas. És Gáza átveszi! Viheted? Átmegy a védelmen, már csak a kapus van. És kivédi. Csak nehogy este is így legyen. Anglia-Hollandia 3-1. 50-et tettem rá. 50-et? Erre indikel. Rom. Jössz? Na, gyere már! A papfoci haverok, B-bal, hí és feszkó. Ha az A-t választom, létfontosságú szervemtől fosztana meg, B tompa késsel, érzéstelenítés nélkül. Viszlát, fiúk! Thank you.
károkozás tárgya? Oh. Mit segítsek? Lemosdathatod, ha akarod. Hello, kisfajtás! Újabb mestermű készül, úgy látom. Kocsi, fa, vonat, kolbász. Költői. Kocsi, fa, na, vonat, kolbász. Nagyon ötletes. Kocsi, fa, vonat, kolbász. Akkor most nézzük meg, hogy Tomás mit csinál. A fene! Az ég áldjon meg, Rob! Nem jó van, jó van! Ma ilyen szarnapon van! Jó, hagyd majd én. Milyen volt a napod? Szóval reggel 20 percet késtem, és eltörtem a projektort. Jó. Kilincset kell szerelni a gardróbajtó belső oldalára. Hallottad? Igen, hallottam. Miért? Hogy ne kelljen még egy délutánt a gardróba zárva töltenem, miközben a ház tárva nyitva van. Figyelj, ülj már le, megcsinálom én. Nem kell majd ide. Én. Nem, jól vagyok. Nem vagy jól, semmi sincs jól. Fejezd be, Nikolá. Fejezd be, Nikolá. Látod, ő is tudja, hogy mi a jó neked. Már az is elég lenne, ha tudná, ki vagyok. Hogy mi a jó nekem, Rob? Mi lenne jó nekem? Ha lenne valami életem. Mert te lelépsz minden reggel, aztán nevetgélsz a haverjaiddal. Ó, igen, igen. Felhőtlen derű a hivatal. Csak a munka zavar néha. Két napot leszámítva minden időmet egy gyerekkel töltöm, akivel nem beszélgethetek, nem tudom megölelni, megcsókolni. Jó, és mit akarsz? Mit akarsz? Adjuk át a hatóságnak, és kérjünk olyat, aki nem autista. Jó, és a szeretet, ami bennem van. Esetleg rám irányíthatnád egy kis részét. Sajnálom. Sajnálom. Figyelj, essünk túl a lefektetésen, aztán megnézzük a meccset, rendben? Miért nem nézed meg a haverjaiddal? Azért autóztam több mint 30 mérföldet, hogy a feleségemmel legyek. Sajnálom, nagyon sajnálom. Én teljesen ki vagyok. Aludnom kell valamit, mielőtt felébred. Te menj le. Menj le a pubba, nézd a kivetítőn. Igen, persze, hát azért most nincs meg kéne beszélnünk, ha nézd. Nagyon vastag. Tényleg? Erre iszom még egyet. Csak egy óra vezetnek, Rob, és még nincs lefújva a meccs. Két itt van. Nem vagyunk összenőve a nővéred meg én. Csak a boszorkány szombatokon. Hm? Úgy volt, hogy meghívsz ebédelni. Megértő hallgató lennék. Ah, igen. Bocsánat, sokat ittam. Én meg most ittam. Nehéz lehet neked egy ilyen artisztikus gyerekkel. Nem artisztikus. Te is tudod, a fiam autista, nem kell címkét aggatni rá, minden gyerek önálló személyiség. Én ugyan nem látom a különbséget, de mindegyik retteg mindentől. De az apukájától csak nem fél. Az apuka csak egy eszköz, az eltartó. Nem lehet igaz. Ezt inkább mondd Kyle-nak. Ki kell beszélned magadból? Fizetem az ebédet, vegye fene. Csináljatok már valamit. Vagy a vacsorát. Maradom a kettőnél. Hívj fel. Mi lesz fel? Kérsz nekem még egyet? Alszunk egy nagyot, alszunk egy nagyot. Nézd meg. Hát, nincs oda támadás volt, ez komolyan. Jól van, Kyle. Elég, most eszünk. Nem. De igen, Kyle. Háromra abba hagyjuk. Rendben? Egy, kettő, három! Gyere! Gyere, drágám! Menjünk. Jó fiú vagy. Töltesz magadba. Hadd csak ide. Mi történt?
Nem láttad a cédulámat? Elkésünk. Figyelj, mikor Kyle meglátta mamát és papát, beugrott neki a park, a piknik, ahogy vasárnap szokott lenni. Nem mondtad neki? Napok óta mondom neki, gondolhatod, de láthatóan nem fogta fel. Hát sem öltöztél. A lányok mindent elterveztek, Robi. Nick a kocsiban öltözik át. Ne izgulj, semmi okod rá. De ha ez nem tetszik, akkor magyarázd meg a fiadnak, hogy a nővéred fiának ma van a keresztelője. Mami és apu nem késhet el, mert ebből egyetlen fogalmat sem képes felfogni. A mami és aput sem. Áú! Ne, Kyle! Nem szabad megszúrni az embereket, az fáj nekik. Ez sebet okoz. Most megsebesítetted a mamit. Rossz, amit tettél, jól vagy? Igen. Mutasd, hadd nézzem. Nem, nem, hagyj, jól vagyok. Ne izgulj, jól vagyok. Ah, Miki, mit mondasz? Ó, Miki azt mondja, hogy kéri a szendvicsét most. Oké. Tessék a szendvicset, Kyle. Igen. És itt van a Miki. Mit mondtál, Miki? Miki azt mondja, hogy ön nagyon fázik, inkább az autóban eszi meg a szendvicsét. Nagyon jó ötlet. Ne menjünk mi is, Kyle. Igen. Jó fiú vagy. Kösz, mama. Menjünk. Mi van? Szinte soha nem vagyunk együtt. Meg sem érinthetlek. Te pedig soha nem érsz hozzám. Nem kell próbálkozni. Mivel? Másik gyerekkel? Csak mert az első nem jól sikerült, a szerelmi életünk megy a szemétbe, igaz? Nagyon fáradt vagyok. Mi történt? Mi történt velünk? Kyle történt. Hány óra van? Ne kérdezgesd folyton, attól nem érünk oda előbb. Miért is olyan fontos ez nekünk? Mert családi ünnep. Na igen. Már a nővérednél menetrendszerűen jönnek a babák, mint a buszok. Már az sem tetszik neked, hogy másnak születnek gyerekei. Fasz fel! Bocsánat, mindenki jól van? Azt hittem úton vagyok a túlvilágra, Roni. Én is. Majdnem baleset érte az öreg bugyogót. Öreg bugyogó? Hoppá! Végre, az utolsó percben. Befelé, gyerekek, gyorsan, üljetek! Gyerünk befelé, gyerekek! Bocsánat, elnézést! Semmi van. Elnézést, két. A szokásosok. Kösz, hogy megvártatok. Csak Rachel kezdett pánikolni, hogy ő lesz az egyetlen keresztszülő, de attól még megbízható emberek. Bocs, hogy ilyen állapotban van. Megpróbálhatnám átöltöztetni. Ne, szeretnénk ma megtartani a keresztelőt. Nos, mehetünk? Igen. Bocsánat, hogy elkéstünk. Nem, nekem kell bocsánatot kérnem. A tegnap estéért. Miről beszélsz? Nem tudom, mi jött rám. Jó, talán tudom. De mindegy, bocsánat. Oszkár, én téged megkeresztellek az atyának, és fiúnak, és a Szentléleknek nevében. Ámen. 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 Kérjük Istenünket, aki a keresztelés által egyházába fogadott, hogy árassza rád kegyelme teljességét. Bazd meg! Hogy Krisztus egyházába felvétetve naponként megújulj, az üdvösség felkentjeként is... Bazd meg! És az örök üdvösségnek örökösévé légy. Amen. Meg! Ámen! Meg! Bazd meg! A mi Urunk Jézus Krisztus által, ki veled s a Szentlélekkel együtt él és uralkodik. Örülsz, hogy itt hagysz, Poppy? Köszönöm szépen neked. Ez az enyém? Poppy, ez a legkülönlegesebb,
a legszebb kép, amit valaha kaptam. Köszönöm. Megölelsz? Jól van. Vigyázz magadra. Köszönjük. Minden jót. Vissza kéne jönnöd nappal, Ranik. Akkor játszhatsz is velük. Jó az is, hogy éjszaka elűzöm a szörnyet az ágyuk alól. Mit ér ez a heti két éjszaka? Biztos, hogy a kórház találna valakit Kyle mellé. Mamádnak is könnyebbség lenne. Jó így, ahogy most van. De kösz az ötletet. Rábízhatnád valakire a fiadat? Igen. Igen, gondolom. Gyakorlatilag. De az nem... Viszlát a jövő héten. Arra megy Mr. Krokodil. Nagyon lassan, zajcsemütve és lecsap. Lássuk itt hányan maradtak. Ugrál a kis majom, lelép a földre. Ó, Mr. Krokodil, nem kapsz be, nem kapsz be. Arra megy Mr. Krokodil. Nagyon lassan, zajcsemütve és lecsap. Jaj, ne, és megette. William, akarod folytatni? Igen. Charlie, add át Williamnek. Lássuk. 1, 2, 3. Tudom én, hogy van 4, 5 és 6. Megnézhetem a képedet, Kylie. Arra megy Mr. Krokodil. Nagyon lassan, zajcsemütve. Ó, egy fafényképe. Lecsap. Iskola után elmész a parkba a nagyival és a papával. Lássuk, hány maradt. Játsz a többiekkel, Kylie. Tudom, hogy van nálad egy. Gyere játszani. Igen. Kylie. Ez az. Lássuk, hogy hányan maradtak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heten vagytok megint. Ugrál a kis majom, lelép a földre. Jöjj, Mr. Krokodil, nem kapsz be, nem kapsz be. Aludtál? 8 órát a díványon. Lépcsőznöm sem kellett. Mi volt ez a rejtélyes üzenet? Gondoltam, sétálunk egyet. Séta? Azt mondtad, mutatsz valamit. Igen. Ezt. Jaj, ne csináld. El kell hozni Kyle-t a mamától. Boldog lesz, hogy kap egy plusz órát vele, na gyere. Gyere már. Miért érzem, hogy nem fog ezt tetszeni? Látod, milyen vagy? Itt a ritka alkalom, hogy kettesben legyünk pár percre, de neked ez probléma. Tudod, soha nem felejtem el azt a képet. Egy őrült, vidám lány 9 hónapos terhesen körbe dzsiggelte a szupermarketet. Valószínűleg láthatod mástól is. Igen, de nem az a lány lenne. Tudod, mindent megadnék, ha megint táncolhatnék az áruházban. Az utolsó hónapban. Tudom. Még szerintem néha lazábban is foghatnád Kyle-t, nem? Legyen ránk is időd. De akkor hogy fog tanulni, Rob? John Havers azt mondta, az autizmussal szemben... Igen, tudom, de nem úgy értette, hogy minden percben. Te meg ismételgeted, mint valami mantra. De igen, igen, úgy. Igen, mert a 2 hosszú év alatt, amíg diagnosztizálták, ő volt az egyetlen, aki mondott valami értelmeset. Akkor miért nem halad előbbre? Mert ez nagyon sok idő kell. Igen, de milyen sok? Azt én... Ez őrület, Nick. Te magad mondtad a múltkor is, hogy nincs életed. Igen, de néha áldozatokat kell hoznunk. Már hoztunk épp eleget. Szerintem menjünk el John Havershez. Tud valami újat mondani az autizmusról? Látni akarom, hogy hol tanít. A 160 kilométer. Szerintem Kyle-nak ott a helye. Ott, a Bruce House iskolában.
egyet kérek. Nyitottan állj hozzá. Dék? Jó, megpróbálom. Na, Stuart, ha azt akarod, hogy megoldjam a problémádat, meg kell próbálnod elmondani, hogy mi a problémád. Na, kezd el! Gyere, Kyle! Légy jó fiú! Nézd! Beszélnem kell a barátaimmal, akik most jöttek. Talán gyere vissza... Nem. Jól van. Akkor mondd el, hiszen tudod, hogyan kell. Fordulj el. Jól van. Elfordulok. Hello. John Havers vagyok. Miben segíthetek? Én Stuart. William a szobájában nintendozik éjjel, és aludni akarok. És kiabál, ha leoltok. Nem szeretem, ha kiabál. Hangos, fáj tőle a fülem. Értem, Stuart. Szeretnéd, ha én beszélném meg ezt vele helyetted, igaz? Igen. Jól van, Stuart. Köszönöm. Rob, Nikola, örülök, hogy eljöttek. Ő most elégedetten ment el? Ó, igen, teljesen. A következő estig. Tessék. Na, és hogy van a kislegény? Pillanatilag hisztirohama van. Oké. Most mi a mániája? A vonatok. Vonat? Méri, foglalkozz egy kicsit a fiatal emberrel. Vonat is kell hozzá. Na és, miben segíthetek? Mi... arra gondoltunk, hogy Kyle hasznára válna, ha bejönne a Bruce House-ba. Nem emlékszem, most hol is van? Most az Uplands speciális csoportjában, már egy éve. Kyle, menj csak ki Maryvel, nézd, vonatja is van. Na, gyere, Kyle. Jó fiú. Mi csak jót hallottunk az Uplands munkájáról. Igen, jók, tényleg, nagyon jók, de Kyle nagyon visszahúzódó, és semmi nem változik. Nick megtesz minden, de ezért gondoltuk, hogy talán segíthetne rajta. Igen, igen, remek fickó vagyok, de varázsló azért nem vagyok. Jó, jöjjenek, nézzünk körül. Nekem ad, hadd dobjam én! Nem, én akarom! Engedj oda! Csak óvatosan! Fászik a kezed! Hadd dobjam is! Vigyázz a lábadra! Vigyázz! Dobod! Jack! Nem, én akarok dobni! Hadd dobjam! Gyerekek, tudjátok, hogy mi a legfontosabb? Jól csinálja, mi? Hallottátok? Igen, igen. A hely fantasztikus. Igen, az. Itt tényleg jó kezekben. Ne légy erőszakos. Jól van, fiam. Most már elég, nem bírom sokáig. De majd máskor is jó. Jó van. Hoppá, vigyázz. Elnézést, miről is beszéltem az előbb? A gyerekek mániájáról. Ah, igen, a mániák, igen. Amiért nem kell aggódni. Használják ki. Nézzék ezeket a gyerekeket. Mindegyik tökéletesen boldog a maga kis világában, de ez nem érvényes a miénkben. Tehát finoman be kell törni oda és felhasználni a mániáikat a fejlődésükhöz. És ha nem tud betörni? Igen, vannak köztük olyanok, akik gondozásra szorulnak egész életükben. De ugye Kyle esetében még nem adjuk fel. William, William, William! Beszélnünk kell az éjszakai nintendózásról. Nintendo, Nintendo! Igen, William, mind szeretjük a Nintendo-t, de figyelj rám! Éjszaka nincs nintendózás. Rendben? Megértetted? Stuartnak aludnia kell. Oké. Rendben. Ma este megyek ellenőrizni. Jó fiú vagy? Na, futás! Jó fiú, jól van. Megértette? Nem, de elvetettük a megértés magját. Néhány éjszaka, és nem vitál, sok könnyű után jutunk el odáig. Úgy, mint otthon mi is. Hát gondolják meg, és ha úgy döntenek, értesítsenek, és akkor én kapcsolatba lépek a helyi oktatási hatósággal, és elindítom a dolgot. Kösz, John, nagyon köszönjük. Másrésztről meg nem ártana még egy ideig az Uplandben maradni. Nagyszerű iskola is. Közel van magukhoz. Én akarom!
Befelé, ha, befelé, befelé, gyerünk, gyerünk. Gyere, légy jó fiú. Hello. Jó fiú. A mama. Gondoltam, készítek vacsorát a fáradt utazóknak. Angyal vagy. Közpet. Gyere. Fa! Oh. Nem, 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 már nem megyünk ki. Nem, nem biztos, hogy azt akarja. Vonat! Igen, vonat. Látod? Ma láttál új vonatokat, ugye, Kyle? Gőz! Gőzvonat! Nem, nem, a vasútmúzeum már zárva van. Nem tudja, mi az, hogy zárva van. Gőzvonat! 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 Na? Gőzvonat! Használjuk ki a mániáját, nem ezt mondták? Gőzvonat. Jó, akkor most autózzak 100 mérföldet, hogy megértessen vele a zárva fogalmát, vagy mi? Az, hogy fáradt vagyok, az nem számít? Hát, vagy ez, vagy a 3 órás hisztériás roham. Ah, kérlek, Kyle! Gőzvonat, 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 gőzvonat! Na látod. Zárva van. Nem tudunk bemenni. Nincs itt senki. A múzeum zárva van. Most minden vonat pihen. Készül a holnapi munkára. Holnapi munka? Igen. Azt mondom, menjünk haza és pihenjünk, mint a vonatok. Mint a vonatok. Igen. Gyere. Jobb már. Ezt gyakrabban is megtehetjük, ha Kyle az iskolában lesz. Nem azt mondom, hogy várom, csak megállapítom a tényt. Oké. Okay. De van más is. John Havers zseniális. Az iskolája is jó. De azt akarom, hogy Kyle-nak az iskolán kívül is legyen élete. Még nem készültem fel, hogy elengedjem. Fa! 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 Nem fa! Nem! Fa! Előbb vacsora, aztán az ágy. Jó, hol van? Csak pihenjetek, őt elintézem. Vacsora! Kéred a vacsorát, Rob? Nem, majd később eszem, közpet. Előbb vacsora! Igen, igen, gyere, Kyle, vacsora! Menjünk! Előbb vacsora! Előbb vacsora! Megesszük a vacsorát, aztán alszunk. Na, milyen volt? Jól ment. Azt hiszem, tényleg megértette. Szerintem megy ez nekünk is. Ezért nem kell elküldenünk. De csak úgy megy, ha rajta kívül nincs életünk. Mert még moziba sem mehetünk el. Sem vacsorázni, sem a barátokhoz. Valaha voltak barátaink is. Nem is tudom, mikor söröztem a haverokkal, mikor voltam meccsen. Ha szülő vagy, az olyan, mint a házasság. Jóban, rosszban együtt. Nem hagyhatjuk el a fiunkat, csak mert megnehezíti az életünket. Ugyan már, ki beszél arról, hogy elhagyjuk? Én a lehető legjobb nevelést akarom adni. Tökéletes nevelést kaphat itt, és John is mondta tegnap. Igen, de láttad a Bruce House felszereltségét? Ott a tananyagon kívül tanulnak zenét, drámát, elmennek sítúrákra. Mi is elvihetjük síelni. És ahogy nagyobb lesz, be fog illeszkedni a többi tanuló közé itt az Uplandsben. Még ezt nem tudhatjuk, lehet, hogy nem is képes rá. Igaz, de ha mégis, akkor mi a legjobb neki? A Bruce House, az tökéletes neki is, nekünk is. Hétközben az iskolában, hétvégén itthon. Oh, oké. Okay. Jól van, küldjük el az autista fiunkat itthonról. Zárjuk be a szép autista világba, és el a normális gyerekektől, mindegy milyen állapot. Tudjuk, hogy mi az ára, az életünk. Nem fogadom el, hogy ez a fiunk végleges állapota, Rob, és nem hiszem, hogy annyira bezárkózott, ami nem lehet segíteni. Akkor te sem a való világban élsz, ahogy ő. De nekem fontos, hogy jól legyen. Te csak meg akarsz szabadulni tőle, hogy mehess a pubba a haverokkal, és bámulhassd a foci meccset. Ha komolyan ezt hiszed rólam, talán jobb, ha tényleg elmegyek.
Rachel, szia, itt Rob. Igen. Álljatok meg, a szülinapos még meg sem érkezett. Bocsánat, de a dugó magától röppent ki. De nincs baj, Jim. Van még pesgőnk vödör számra. És Rob, ne paraszkodja, mert már régen itt kéne lennie. Csak nem hagyja ki a születésnapját. De azt is el tudom képzelni róla mostanában. Figyelj, veszekedtetek. Ő elviharzott. Aztán lehiggadt és hazament. Ez is a házasság örömeihez tartozik. Egy hete ilyen feszült vagy. Beszélj vele. Próbáltam. Eltávolodott. Tudom, hogy nem kellett volna azt mondanom. Szereti ő Kyle-t, velem van a problémája. Oh, dehogy. De igen, szerinte én váltom ki a hisztieit. Oh, csak azt nem mondta, hogy szerinted is. Nem mondtam ilyet. Nem is kell. Tudom, én vagyok a felelős mindenért, ami Kyle-lal összefügg. Mégis mi a csodáról beszélsz? Rám fogták, hogy Münchhausen kórban szenvedek, mert Angliában egyedül én hittem, hogy Kyle autista. Oh, hello, Kate. Ezt nem tudtad, az én piszkos kis titkomat? Jaj, Nick, nyugodj meg. Ez már mind a múlté. Számomra még nem. Azt hitték, azért találom ki, hogy autista a fiam, mert fogalmuk sem volt, hogy mi baja van. Nem, nem tudtam. Nem. Na figyelj. Tessék, idd meg, kérlek. És a Rob elhagyott? Nem, nem tenne ilyet, Nick. Mi oka lenne, hogy velem maradjon? Na, gyere szépen! Gyere ide! Öcskös, nyugi! Kyle! Na, ezt nézd meg! Na! Jim! Thomas, gyorsan! Kyle! A nagyapa hozza a Thomas mozdonyt! Na, gyere, kislegény. Parancsolja. Köszönöm. Nem gyerekek. Ezt nem tanuljátok el. Nem ezt nevezzük követendő magatartásnak. Na, gyerünk. Köszönöm. Szerencse, hogy arra jártak. Egy ideig azért kerüljék a húsboltot. Megyünk. Köszönjük. Minden jót. Ingyen rendőrtaxi, ezt már nevezem. Tanulság, több pelenka kell a túlélő csomagba. Nekem is kellett volna egy. Na, megyek, harapok valamit. Majd elfelejtem. Van valami számodra odakint. Gyere, a papa szeretné megmutatni. Jó napod volt? Igen. Figyelj, nem tudom, hogy a gyerekek miatt van-e, de Kylie itt szinte soha nem hisztizik. Mert békén hagyott Kate, és ő csak ezt akarja. Miért vitted el a boltba, ha tudod, hogy szétveri? Tanulnia kell. Nick is ezért nyaggatja állandóan, ami idegesít, de... De csak így tanulja meg, hogy egyszer önálló legyen. Azt utálja, ha változik a séta útvonala, de ha kocsiban ülhet, talán elfogadja. Nem elég egy közönséges kocsi? De hát ez az, tök közönséges. Vajon mi lehet ilyen izgalmas egy babakocsiban? Na milyen? Felugrik, amikor betesszük a kocsiba. Így nagyobb a mulatság. Értem. Most már éhesnek kellene lennie. Soha nem éhes. Kyle, gyere enni! Kyle! Na, tele a ház gyerekkel, ő meg egyedül van. Hát, ha nincs öcsikéje, se huga, de társaság kell,
legyen kutyája. Nem biztos, hogy ez a legjobb pillanat erre. Miért nem? Tudod, hogy Nikolának is volt kutyája kislánykorában. Mindenhova együtt mentek, ő és Tigi. Neved gorombaságnak, de nem lesz kutya. Komolyan, mindent összeszar, összerág, és drága is. De barátja lenne Kyle-nak. Nem tudja, mi a barátság. Nem érti a kapcsolatokat, nem lát különbséget egy kutya és egy bádogdoboz között. Kyle, gyere! Kyle! Na, ha van némi esély a mulatságra, roba nyerő. Jó zsarú, rossz zsarú, ez vagyunk. Még ma megesszük ezt a pudingot, vagy itt állunk és nézzük holnapig. Ez elég fárasztó, nem kéne már bemennünk? Még valami? Most csak tettem le. Igen, ezt tedd az asztalra. Gyertya is kell rá, vagy nincs? Bocs, elnézést. Az Isten, mi baj van? Jól van, Kyle, semmi baj. Jól van, Kyle. Jó. Kyle, nincs baj. Furcsa ez az érzés a talpadon? Nézd, elmúlt. Nem fáj, ugye? Jól van, nézd, nem is fáj, ugye? Nem is fáj. Nem olyan, mint mikor arcon szúrod a mamit a villával, nem? Nick, próbáld ezt. Kösz, mama. Nézd, ráteszem a tapaszt, és mindjárt jobb lesz. Így. Jobb, ugye? Jól van, gyere, ígyunk teját. Így el egy kis teját, jó fiú, jól. Nem, Ali! Fél! Csak fogd meg egy kicsit, jó? Persze. Ali, gyere ide! Mit mondtam? Igen? Mi baja van már megint? Nincs semmi baja, Fél. Szeretlek, Kyle. Nagyon szeretlek. És a mami is nagyon szeret. Szeretlek. Az ebéd a kacsák élet. Azt hittem, már nem jössz. Kis ilyen úgy volt. Rachel, sajnálom, ez nem megy. Micsoda? Eddig csak a kacsákat hízlaltuk. Nagyra becsüllek, mint barátod. Kérlek, hagyd ezt. De komolyan. Sokat jelent egy barát, aki meghallgat. Figyelj, Rob. Beszéljünk nyíltan. Nem vagyok férnél, nincs gyerekem, semmim. Olyan könnyű lenne. Nem az a lényeg, hogy könnyű-e. Mit csinálsz? Semmit, csak rendezgetek. Hol van Kyle? A mamánál. El kellett mennem a könyvtárba, ezért. Miért? Újabb könyvek jöttek az autizmusról. Igen. Minél többet gondolok arra, amit a mama mondott, annál jobban tetszik az ötlet. Teljesen megőrültél. Nincs rajtunk elég felelősség. Ugyan, Rob, soha nem volt kutyád. Nem tudod, milyen felelősség az. Figyelj csak,
Ha jó természetű kutyát akar, a Golden Retriever az ideális. Kedves, készséges, szerető, és a legvonzóbb tulajdonsága a nemes lelkűsége. Nem fárasztja a társaság, és mindig tetszeni akar. Hadd lássuk. Golden Retriever a nagy evő kutyák közé tartozik. Nem már, te is sokat eszel. Igen, sokat. Csak akkor válasszon Golden Retrievert, ha van elég cipője, zoknia és alsó neműje, amelyeket a látogatóinak ajándékozhat. Minden tócsát alaposan megvizsgál, ezért gyakran kell tisztítania a kutyáját és az autóját is, akár naponta is. Van két kölyök Broadstairsben. Mi tartana, ha elmennénk megnézni? Hello, Chris vagyok. Maga Nikola? Hello, Kyle. Milyen kedves Miki egered van? Velünk sem beszél, nem, hogy idegenekkel. Értem. Jöjjenek be, érezzék magukat otthon. Köszönöm. Tessék, tessék, erre. Légy jó, fiú. Egy perc és jövök. Rendben. Jézusom, ilyen, ha az embernek kutyája van. Ez nem jön össze, Nick. Rob, csak most jöttünk. Hadd lássa a kölyköket. Mindjárt jön a hisztéria. Thomas! Kyle! Thomasnak már volt társasága. Ez a nap tele volt meglepetésekkel. Először is jött a béka, aki keresett valakit, aki hazavigye őt. Elnézést. Semmi baj. Gyere, Kyle, ismerd meg kis bundás barátaidat. Hogy ezek milyen édesek. Hello. Focizni tudnak. Meg fog lepődni, hogy mi mindent tudnak. Kyle, nézd csak. Kyle. Nézd, de édes, Kyle! Gyere, köszönj nekik! Nem akarsz köszönni nekik? Nézd! Kyle! 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 Hey. Kyle! Kyle, nézd, barátkozni akarnak veled, nézd! Lehet, hogy sok ez neki. A kölykök meg a... videó, ez az egész. Igen, jobb, ha abba hagyjuk. Nem hagyhatnánk együtt őket néhány percre. Nem lesz semmi baja. Ó, nem, itt van neki Thomas. És nem is akar többet. Thomas a gőzmozdony megbetegedett. Wordsworth megpróbált segíteni rajta, de semmi sem használt. Most Edwardnak kell elvinnie téged a munkába, mondta a kövér ellenőr. Talán ha vége a filmnek. Nem is érdeklik. Bármikor visszajöhetnek. Próbáljuk újra, ha még maradt kutyám. Amikor Bertie jobban lett, elment Thomashoz, hogy köszönetet mondjon neki. Ne haragudj, hogy kötekedtem veled a késésed miatt, mondta szépen. Chris, megengedi, hogy végignézze, úgy könnyebb lesz nekünk. Legalábbis elkerülhető a nagyobb katasztrófa. Hát persze. Nézzék csak őket. A két barát vidáman elbúcsúzott egymástól, aztán mindketten elindultak, hogy folytassák. Új pajtásod van, Kyle. Nézd. Igen. Lehet, hogy itt elviseli, de a legtöbb autista gyerek fél a kutyáktól. Úgy látod, hogy fél tőle? Társra van szüksége, én tudom. Nevet kell adnod a pajtásodnak, Kyle. Tudsz valami szép nevet neki? Thomas! Nem érti, mi ez. Thomas! Ezt a nevet ismeri, és Thomas szereti. Thomas? Szegény, ez rosszul kezdődik.
Thomas a gőzmozdony a kőfejtőbe ment. A kövér ellenőr azt mondta, hogy bár szabad napja lenne, dolgoznia kell, mert nem tud gyengedni. Bár csak már is elvihetni. Hogy már is kezdődjön a háború. Ó, tudom, hogy sok vele a dolog, de nem olyan rossz ez. Nem, Kai fél minden változástól, az apróságoktól is, és hát egy kutya az... Erre még fel kell készítenünk. Figyelj, Kyle! Ez a boldog arc. Aki boldog, az mosolyog. Nevet is. Jó, ugorjunk. Aki haragszik, az így csinál. Nem, a te arcod azt fejezi ki, hogy apámnak elment az esze. Lehet, de az a következő óra anyaga. És ha a kutya mérges, akkor az ilyen. És tudod, Kyle, ha nagyon mérges, akkor meg is harap. És ez nagyon fáj, igaz? De mi egy boldog kutyával szeretnénk együtt élni. A boldog kutya ilyen. És a farkát is csóválja. Valahogy így. Velünk fog élni. Mamival, apuval és Kyle-lal. Nézd, itt van Thomas. És itt van Kyle. Thomas lesz Kyle legjobb barátja. Kyle, tudod, még 6-ot alszunk, 6-ot alszunk még, és itt lesz Kyle-lal Thomas kutya. Kyle, hallod, mit beszélek? Na, itt vagyunk. Kicsit nehéz neked, Kyle. Odaadom a maminak. Tessék. Szia, kis öreg. Hello, szia. Hello. Igen, szép vagy. Örülök neked. Ja, igen. Igen. Jó fiú. Jó fiú. Igen, szia. Nagyon szép vagy. Nagyon csini kutyus vagy. Nem lehet csini. Fiú kutya. Akkor mi? Jó képű, csinos fiú kutya. Rob! Rob, mit csinálsz? Nem jöhet le, mert akkor nem megy fel többé. Hát, nem igazán volt beleszólásom. Figyelj, kutya ide vagy oda, a napirend fontos. Kyle, este van, aludni kell, gyere. Várj egy kicsit. Aludni, Thomas. Thomas kutyi. Thomas kutyi. Kacsa kutyi. Thomas kutyi, kacsa kutyi. Nem jó kutyi. Nem, Thomas kutyi. Mik? Thomas kutyi. Mi az? Nem jó kutyi. Adod a Kyle-nak. Thomas kutyi, kacsa kutyi. Nem a kutyáé. Adod a Kyle-nak. Hallod ezt? Na, Thomas, milyen legyen? Kék vagy zöld? Még ez csak egy nyakőr. Apu nem érti ezt, igaz? Nem érti? Nem.
Nem akarjuk, hogy a többi kutya az utcán cikizzen, mert nem szép a nyakörv. Próbáljuk fel ezt. Ó, ez nagyon szép. Nézd csak, Tomasz. De szerintem túl nagy, nem? Azt hiszem, ez nagy lesz. Szerintem egy ilyet szeretne, mert ő tudja. Tomasz, tudja, hogy ez jó lesz. És azt is, hogy a régi nyakörve túl kicsi. Kyle, a kocsi a tiéd. Mennyit vegyek ki? 50 elég lesz. Mindent megvettünk a kutyának? Nem kell neki egy kanapé vagy ilyesmi? Kyle! Ne, hagyjad, jól van. Hello, de szép kutyád van. Ő az én kutyám. A neve Tomás. Még kis kutya, de ha megnő, nagy lesz. Gyönyörű kis kutya. És téged hogy hívnak? Andrew haragszik rád, Kyle, mert elvetted nem a játékát. Tomás sem szereti, ha elveszed a játékát, ugye? Tomás! Igen. Eddig olyan jó voltatok. Most menj oda Andrewhoz és kérd meg, megnézhetem a játékodat? Nem baj, ha egy picit félsz. Csak menj oda és kérdezd meg, megnézhetem a játékodat? Na menj! Jól van. Megnézhetem a játékodat? Nem! Nincs semmi baj, Kyle. Van úgy, hogy nemet mondanak. De biztos, hogy Andrew legközelebb megengedi, hogy játsz vele. Megnézhetem a játékodat? Megnézhetem a játékodat? Tomás mondta nem. Azt mondta? De legközelebb megengedi majd. Ezt is mondta? Akkor jó. Előbb a pohárba teszi Tomás ételét. Aztán beleönti Tomás tájába. Nagyon jó. Szerintem elég lesz. És most mit adunk neki? Vizet. Úgy van, nagyon jó. Jaj, ne, Istenem. Robi, Márki. Na, gyere. Tomás pisil. Igen, így van, Tomás megint bepisilt. Pedig azt kint kell, hogy ne legyen a ház koszos és büdös. Ezért használjuk mi a vécét. Ezért mondja mami és apu, hogy Kyle is használja a vécét, és akkor nem kell neki pelenka. Nézd, hogy csinálja. Adj neki jutalomfalatot. Kösz. Okos, ugye? Add oda neki! Tessék! Tomás! Hé! Hey. És most dicsérd meg! Szépen pisiltél. Jó volt. Jól csináltad. Fiúk, azt hiszem, ideje elmennünk a cipőboltba. Jó, ilyen! Maminak van pénze! Szörnyetek pénz? Oké. Szörnytalpat kérek! Ellen, bejönnél a cipőboltomba? Milyen cipőt szeretnél? Én szörnytalpat! Szörnytalpat? A szörnytalp ára 2 penny. Kérek 2 pennyt. Én is szeretném! Én vegetén! 1, 2, az 2 penny. Beteszem a pénztárfióba. Gyere, ülj oda a barátaidhoz, Kyle. Cipőboltosat játszunk. Nem! Oké. Jól van. Kinek adjam ezt a gumicsizmát?
3 penny az ára. Nagyon kellemes, finom a lecintása is. Kint pisinek. Nem kell senkinek? Pedig nagyon szép, megmutatom, felpróbálom. Mit mondtál, Kyle? 3 penny az ára. Ne legyen a ház koszos és büdös. Tényleg olyan is finom, kellemes. Jutalomfalat. Mit mondtál, édes? Jutalomfalat. Igen, megérdemled. Nagyon jó fiú voltál. Gyere. Az osztályban kapsz egy kekszet. Nem láttad a másik kabátját? Hello, Tomás, milyen napod volt? Ó, egész jó, kösz, apu és bocsánat, a tiéd. Bocsánat, már mindenütt kerestem, mert ez már túl kicsi. Tessék, a felső polcon volt a pelenkák mellett. Ó, jaj, Tomás. Mi volt ez? Ó. Úgy hangzott, mintha sajnálna valamit. Ó, de kár. Ó, Istenem, megütötted magad. Semmi mi? Baj. Miért kár, Kyle? Rossz bicaj, Tomás. Gyere. Semmi baj. Mit csinálsz? Egész új volt. Más nem is érdekli. Hello, mister. Ez nem Thomas kabátja. Gyerünk, rúgd ide. Csak? Ez az, vedd le, kasszol! Jó fiú, jó fiú! Gyorsan! Na, neked tényleg jobb van át. Igen, remekül nézel ki. Na, Tomás! El kell kapnunk. Gyere, nézd meg ki. Nézd ki az. Ó, ez Kyle. Jó napod volt az iskolában? Nem mondta, hogy iskola! Tea? Mama! Nézd! Mi az? Az első kísérlete, hogy alkosson egy képet. Ez csodálatos! Hogy de édes! Előre megyünk. Gyertek, fiúk, nézzük meg a cipőportot. Gyere! Kyle, figyelj! Figyelj! Ez olyan, mint a megszokott cipőboltos játékunk az osztályban. Nem kell részt venned benne, csak nézed, ahogy a többiek játszanak. Hogy van, Thomas? Még mindig növésben van? Igen, most már nagyon nagy. Mami mondta, hogy már kinőtte a nyakörvét, és szeretne neki újat venni. Szerinted Thomas nem szereti, ha új dolgokat vesznek neki? De szereti. Mami mondta, hogy neked is kell egy cipő, hogy sétálhass Thomasszal. Megnézzük, hogy van-e itt olyan, ami jó rád. És ami Thomasnak is tetszik. Gyerünk, Kyle, felkelni. Kelj fel, Thomas, mennünk kell sétálni. Ez az orrod, ez a lábad, ez pedig a füled. Kyle, várod már a pikniket a tengerparton? Igen?
Jim papa és Pet nagyi ott várnak minket. Már jó nagy a lábad, igaz? És a fogaid is nagyok. Mi csinálunk, ha ott leszünk a parton? Rendezünk egy... Ez itt a szemed. Ez a nyakad. Ez a farkad. Ha akarod, legyezheted magad vele. Tomás, ülj! Tomás, gyere! Szaladj, Tomás! Fuss a nagyihoz, szaladj! Gyere ide! Jó kutya, hogy jó van! Rajd, gyere csak! Engedd el! Ide vele! Gyerünk, engedd el! Engedd el! Gyere! Jó fiú vagy! Utál engem. Dehogy utál, ne butáskodj. Azt sem tudja, mi az. Te nem látod, hogy mi történik? Tomás beengedi a világába, a kutya már része annak. A tanárait is beengedi, látod, miket tanul, de mi csak... Csak kielégítjük a szükségleteit. Mit vársz tőle, Nick? Nem engedi be a tanárait sem. Amit tőlük kap, azok praktikus dolgok, nem érzelmek. A fiunk autista, aki nem ismeri az érzelmeket. Nem tudja, mi a szeretet, hogyan is szerethetne. Nem is fog szeretni, Nick. Fogadd el, és ne vágy arra, ami nem lehet a tied. Sajnálom, de... Nem fogadom el, az anyja vagyok. Nick, sajnálom. Amit tegnap mondtam a parton. Nem tudom nézni, hogy gyötrődsz valaminek a hiányán, ami... Ami nem lehetséges. Szeretlek, Nick, sajnálom. Nagyon szeretlek. Tomás szereti a mozdonyokat. Tomás mozdony, Harry mozdony, Tomás mozdony, Harry mozdony, Tomás mozdony, Harry mozdony. Az írásod egyre jobb és jobb. Ez ragyogó. Nézd meg! Büszke vagyok rád. Nem mondta, hogy büszke! Nem, Kyle, ez jó. Az jó, hogy büszke vagyok rád. Az oké, hogyha a mami nem büszke mondta, rád. Nem mondta, hogy oké! Jó, ne, Kyle! Tomás, menj a sarokba. Légy jó fiú, jó fiú. Jól van. Figyelj, Kyle! Ne! Ezt hagyd abba! Hagyd ezt abba! Jól van! Hallod? Jól van már! Jó fiú! Nézd csak, hello, Kyle! Megjött apu! Semmi baj! Megjött! Semmi itt van baj. Apu! Semmi baj, Kyle! Itt van apu! Nézd ki van itt! Nézd csak, itt van apu! Azt reméltem, futunk egyet, amikor hazajövök a munkából. Akarsz futni egyet, Kyle? Ó, Kyle, nézd szegény Tomászra! Szegény Tomás, hogy megijedt! Biztosan fél! Jaj, szegény! Hagyd abba, kérlek! Kyle, itt Tomás beszél! Utálom, amikor sírsz, nagyon idegesít, nem hagynád abba?
Oké, Tomás. Bocsánat. Jó, akkor most futhatunk egyet? Oké, gyere, Tomás. Add ide! Hozd vissza! Gyerünk! Csöppekben esni kezdett az eső. Na, megyek, mondta a madár, és elrepült. Ennyi volt, Kyle, megegyeztünk, hogy addig olvasok neked, amíg Mami és Tomás hazaér. Ebben egyeztünk meg, tehát indulás. Vedd a pizsamádat. De hozd a pizsamád, a Mami segít felvenni. Rob, tudod? Kyle, itt Tomás beszél. Elmennél végre a pizsamádért? Én is fáradt vagyok. Szeretnék már lefeküdni. Oké, Tomás. Igen, látod, milyen okos vagy. Okos vagy. Fordulj meg. Jó kutya, ülj le. Most kérjél. Mondd, kérem. Fel, kérem. Jól van, pacsit rá. Jó kutya, nagyon jó fiú vagy. Mindenhová, oda piszkít, mindent összeleg. Csak fegyelmezés kell és erős kéz. Igen, azt látom. Jó látni. Jó kutya. Tomás, lefeküdni, ne játsz apuval. Hallottad, mit mondott? Jó éjszakát. Szia, apu. Gyere, Tomás, ágyba. Jó ét, Kyle! Jó ét, Mami! Gyerek a kocsiban, kutya a kocsiban, asszony... Oh, te is jössz? Késik. Nem, jók vagyunk. Paula mondta, nem, hogy nem, nem kell... Nem, mi? Én kések. Hogy? Az úgy érted, az késik? Igen, pedig nem szokott. Hello, Tomás! Szia, Tomás! Szia, itt van! Hello, Tomás! Szia, Tomás! Hello, Tomás! Megjött! Itt van! Hello. Itt van! Hello, Tomás! Integess neki! Hello! Szia, Tomás! Gyere, Charlie! Szeretni fogod! Aha. Nagyon jó, Charlie! Jól van, Leon! Köszönöm, Brian! Szeretnéd fogni a pórázát? Mm-hmm. Igen? Egyszer vezettem már! William kezében volt a póráz, szeretnéd? Felkészültél? Jól van, jól van! Felkészültél? Figyelj, lassan menj vele, nem kell szaladni. Szólj neki, hogy gyere, Tomás! Gyere, Tomás! Felkészülni? Dobd! Nagyon jó! Menj, 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 Tomás! Remekül csinálja, ugye? Gyere, Tomás! Nézd csak! Jó fiú vagy! Ó, Tomás! Jó kutya, köszönöm! Ez jó volt! Ügyes vagy, Tomás! Jól van! Egyetlen évvégi díszvendégünk sem volt ilyen emlékezetes. És ilyen fontos. Integessetek neki, és mondjátok, hogy... Szia, Tomás! Szia, Charles! Szia, William! Szia, Tomás! Szia! Szia! Nézd! Nem várod hazáig? Várhatna, de nem akarom. Nem már egy nyilvános vécében. Ó, nem leszek bent órákig. Egy perc és jövök. Szerinted éhes? Tessék. Köszönöm, tessék, drága. Tessék, Kyle, krumpli. Csirkehús Tomásnak, kenyér és krumpli nélkül nem haladsz ő. Ó, ne, apu, én is szeretnék. Jól van, Tomás, kaphatsz az enyémből. Szépen fejlődik a szókincse. Igen, a tanárai rajta vannak. Úgy értem, a kutyáé.
Mi azt titkoltok valamit? Na, még korai. Ó, oh, dehogy, dehogy, vártunk már eleget. Hol a csodában vetted ezt? Itt volt a mustár és a ketchup között. Drága, csodálatos. Nagyon örülök, gyerek. Köszönöm. Drága, jól van, Rob. Igen, ez csodálatos. Ne most rám figyelj! Hallod? Be kell mennünk a kórházba, Kyle! Figyelj ide! Most figyelj rám! Figyelj, a nagymamád, Pat, nem, Kyle, nem! Figyelj, a nagymama nagyon-nagyon beteg! Oda kell mennünk, ne csináld ezt! Ne tedd ezt velem most, Kyle! Be kell mennünk a kórházba, érted? Gyere, gyere, Tomás! Tomás! Nem, nem hagyhatom itt, és nem hagyhatom a szomszédra, csak olyanra, akit ismer! Rob dolgozik, 30 mérföldre innen, mit csináljak? A kocsihoz sem tudom elvinni. És a nővérek próbáltak segíteni, adtak orvosságot, és Miki Egér tapaszt is. De nagyon beteg volt. Ezért ment el. És ezért a mami és Jim nagypapa nagyon szomorú, mert nagyon szerették a nagyit. De a nagyi nem szomorú, mert egy nagyon szép helyre ment, a mennybe. És ott már nincs fájdalom. Nem látjuk már többé a földön. Puf, 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 puf. Rosszabbat is mondhatna. Csinál? Hol van a mami, Kyle? Mindjárt jön, várnunk kell. Eleget vártam, türelmes voltam, de szeretnék karácsonyfát venni, kérlek. Gyere, mert bezárnak. Hol a kabátod? Menj el velük, Kyle-al és Tomasszal. Nem vagyok valami jól. Mióta? Csak nem érzem jól magam. Menjetek már! A séta jót tesz. Gyertek, srácok, vigyük erővel. Rob! Menj már azért a kurva karácsonyfáért! Menjünk, Kyle. Hmm.
Egy masnia fára, úgy gondolod? Oké. Ezt hol találtad? Ezt levettem, nem igazán karácsonyfa dísz. Sajnálom, Nick. Gyere. Jó. Hiányzik a mama. Mit akarsz, Kyle? Nem hallom, fent vagyok. Nem hallottam, Kyle. Egy szobában kell lenned azzal, akivel beszélsz. Tomás a vacsoráját kéri. Még nincs itt az ideje. Ő csak utánunk eszik, tudod? Nem, most akarja. Ugye, Tomás? Tomás nincs a szobában. Nem hall téged. Jól van, akkor felhívom. Tomás! Halló, te vagy az, Kyle? Igen, Tomás, most akarsz enni? Nem, nem, most még nem vagyok éhes. Mami majd később ad enni. Rendben, Tomás. Mami, Tomás később kéri a vacsoráját. Tényleg? Nem vagy velem egy szobában, nem hallak. Bocs, itt vagyok. Gyere, nézzük meg az iskolatáskádat. Ne mondd, hogy iskola! Figyelj, látnom kell az ellenőrződet. Azt, amit Póla írt. Elolvasom, aztán teázunk, oké? Okay? Ne mondd, hogy oké! Okay. Taj! Nem szabad ütni! Ez fáj és sebet okoz. Megértetted? Oké? Okay? Taj! Hallom? Fejezd be! Elég! Nyugodj meg! Kaj, ne! Kaj, fejezd be! Hallod, Kaj? Kaj! Kaj, nézd, Tomás, figyelj, nézd, megijeszted! Gyere! Ó, Kaj, tényleg fejezd be, nagyon megrémítesz! Na, elég! Ezt befejeztük! Nem fogod a kutya életét is megnyomorítani, és most kifelé! Hey! Egyet értesz? Hát nem sebesítette meg Tomást, igaz? Rob, ez volt az utolsó. Ez nem történhet meg többé különben. Nem hiszem, hogy el tudom viselni. Jó, jó. Így már jobb, Tomás. Ez segít egy kicsit. Hello, Chris. Chris, itt Nikola. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de rettenetes dolog történt. Kyle nagyon durván bántotta Tomást. Igen. Nagyot rúgott bele, és Tomás azóta is teljesen feldúlt. Szóval én azt hiszem, az a legjobb, ha visszavisszük magához. Ne haragudj, Tomás! Nem, Kyle, megrúgtál. Megsebesítettél, a hátam nagyon fáj. Visszamegyek Chrishez. Kérlek, ne menj el, kérlek! Szeretlek, Tomás! Gyerünk, húzd jobban! Húzd! Hát ez óriási, Rob. Nagyszerűek vagytok. Boldog karácsonyt! Oh, boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! És hadd köszöntsem most a mamát is, akárhol is van. Köszönök neki mindent. Úgy legyen. Patre. Patre! Patre! A nagyja mennyben van, mami? Igen, ott.
Vicces vagy, Phil bácsi? Mint egy kurva karácsonyfa. Faszfej. Ezt imádni fogod. Itt van, tessék, pajtás. Boldog karácsonyt. A reggelit sem ette meg. Ilyen rossz a mami főztje. Valami baja van. Azt nem lehet. Mrs. Graham, Thomas valóban rossz állapotban van. Jól tette, hogy felhívott. Meglátjuk, hogyan reagál a kezelésre. Kérem, értse meg. Ő nem csak egy kutya. Érti? Ő nem csak egy kutya. Nem. Jaj, Mr. Krokodil, nem kapsz be. Nick, nyugodj meg, jó? A csontjai és az ézületei. Ez egy panom és valami hosszú latin neve van. Egy olyan állapot, ami nagyon rossz. Az orvos azt mondja, hogy sugárkezelés kellene, de az nagyon kockázatos. Nagyon, nagyon beteg, Rob. Most mit csináljuk? Arra megy egy Mr. Krokodil. Nagyon lassan, zajzsönyzve. Jól van, tessék. Ó, jó kutya. Ez az jó kutya. Jól van. Ó, sajnálom, Thomas. Jól van. Jó kutya. Ne legyél olyan beteg, Thomas, mint Pet Nagyi. Ha nagyon fáj, elmész a mennybe. A szép hely, de nem akarom, hogy oda menjél. Hogy vagy, öreg fiú? Miért ő, Rob? Várd ki, amíg hat a gyógyszer, Nick. Meggyógyul. Ébredj! Nézd, ki van itt! Nick, ébredj! Nézd! Oh. Hello, Thomas! Jaj, annyira aggódtam miattad. Nagyon szeretlek. És Thomas is szereti mamit, ugye, Kyle? Igen. És mami szereti Kyle-t nagyon-nagyon. Kyle! Semmi baj, elkapom. Kyle! Itt vagyok! Rob, megtaláltad? Meg vagyunk, nyugi! Mami! Megyek! Nem vagyunk egy szobában, nem beszélhetünk. Nem, ha te kint vagy, Kyle. Thomas mondta, hogy már nem beteg. Tudom, ez csodálatos, ugye? És mondta, hogy szereti mamit. Tényleg, drágám, mondta? És Kyle is szereti mamit. Mit mondtál, Kyle?
Kyle szereti mamit. Kyle 2005-ben érettségi vizsgát tett 7 tárgyból, majd az egyetemen gyermekgondozást kezdett tanulni. 11 éves volt, amikor a mesterséges megtermékenyítés eredményeként megszületett Rob és Nicola lánya, Ellie. Az igazi Thomas súlyosan megbetegedett. 2006 húsvétján Kyle beleegyezett, hogy ne hosszabbítsák meg a szenvedését, és a karjaiban tartotta a kutyát, miközben az állatorvos elhaltatta. Magyar hangok. Rutkai Laura, Rajkai Zoltán, Straub Norbert, Dallos Szilvia, Fülöp Zsigmond, Molnár Piroska, Botos Éva, Majsaényi Lastünde, Háda János, Nagy Gábor, Agócs Judit, Beratin Gábor, Gerbert Judit. A szinkront az MTVA megbízásából a Videren Kft. Készítette. Produkciós vezető Dudás István.